Szervusztok! Köszöntelek titeket a hét utolsó olvasás óráján. Az előző órán Németh István elbeszélését Mi van a nagymamánál? Ugye ezt olvastuk, ahol egy városi fiú látogatott el a faluba, és ott tudtuk meg a tapasztalatait, hogy mit tapasztalt, és ő szerintem jól érezte magát a nagymamánál a kis faluba. A mai órán pedig két olyan verset fogunk megismerni, amikor a falusi fiú megy el a városba, és azt tudjuk meg, hogy ott mit tapasztal, hogyan érzi magát. Az első versünk az olvasókönyv 120. oldalán található. Vörös Sándor, falusi fiú, a városról beszél. A városban mindenféle van. Nagy kirakat ablakok, mögöttük hosszú selyem, piros süveg a majmon. Mennyi lárma villamos csörömpöl, gépkocsi morog. Éjjel-éjjel távoli zeneként hallom. A városban toronyóra, száz villanyóra. Este ragyog, mint a holdvilág. A sarkon rendőr, a lépcső szunnyadó anyóka, s aligetben mennyi virág. A városban könnyű, könnyű boldognak látszani, pedig tilos a gyepre lépni, tilost jelez a lámpa szeme, tilos, 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 kijön velem játszani. Sapkám hova lett? És én meg vagyok-e? Itt szólt a verse. Hát először nézzük, hogy mit is látott a fiú ebben a városban. Látható itt az olvasókönyvetekből a kis kép, ugye, hogy egy kirakatba, egy játékbolt kirakatába látta ezt a hosszú selyem, piros süveg a majmon, ugye ezt a majmot. Aztán villamos csörömpöl, én itt a miskolci villamos képét hoztam el nektek. Gépkocsi morog, ugye a nagy forgalom, a nagy zaj, amivel a járművek jönnek-mennek. A városban toronyóra, ez is egy miskolci templomnak a toronyórája. Száz villanyóra. Hát itt arra gondoltam, hogy itt a lámpákra, ugye, mert este ragyog, mint a holdvilág. Tehát, hogy fénylenek ezek a sarkon rendőr, ugye, itt éppen irányítja a forgalmat a rendőr. A lépcsőn szunnyadó anyóka, hát én egy padon ülő anyókát találtam nektek, és a ligetben mennyi virág. Ugye ez a liget, ez a városnak az a része, ilyen füves, fás terület, ami közel van hozzánk, az a népkert is tulajdonképpen ilyen liget, tehát ott is ilyenkor tavasszal szép virágok vannak, és hát tele van fákkal. Van. Tilos a gyepre lépni, pirost jelez a lámpa, ugye, ezeket látja még itt a nagyvárosban a fiú. Hangokat, zajokat hall. Ugye a villamosnak a csörömpörését, a kocsiknak a morgását, mi a tilos a városban, ugye, fűre lépni tilos. És a tilos jelzésnél meg kell ugye állni, nem lehet tovább menni sem gyalogosan, sem autóval. Szerintetek, hogyan magát a fiú a városban? Tetszik-e neki ez a városi élet? Én úgy gondolom, hogy először lenyűgözi, ugye csodálkozik, tehát figyel jobbra-balra, ugye nagy mozgalmasság van körülötte. Tehát a vers végére kiderül, hogy egy kicsit meg is rémiszti ez a nagy forgalom, ez az összevisszaság. Ugye sapkám hova lett?
és én meg vagyok-e, ugye, hogy nem veszette el ebben a nagy forgalomban. A versnek az a különlegessége, hogy bár rímek vannak benne, ugye, ha jobban megnézzük, az első versszakban az első sornak a vége, kirakat ablakok, a harmadik sornak a vége, morog, a második és a negyedik sor, majmon, hallom. A második versszakban villanyóra, anyóka, holdvilág, virág. Ugye ezek első és a harmadik, a második és a negyedik cseng össze rímként. És az utolsó verszakban látszani, játszani, szeme, meg vagyok-e. Tehát kereszt rímelése van. Mégis egy kicsit nehéz ezt a verset olvasni, de hogy miért is ilyen nehéz? Hát egyrészt elég hosszúak a sorai, ugye, ha megnézzük, és bizony van olyan sora, ami 8 szótagból áll, és van, amely 18 szótagból áll, és semmilyen szabályosság nem tapasztalható. Ezért nehéz egy kicsit olvasni is. De hát az értelme az elég világos. Nézzük a másikat. Kányádi Sándor, kicsi faluból való vers. Nagyváros, nagyváros, hol az út is járda? Ott szeretnék járni én is iskolába. Villamossal mennék, mikor eső esne. Cipőt sem pucolnék minden áldott este. Ellaknék én benned, nagyváros, nagyváros, mert a mi kis falunk sokszor bizony sáros. De van egy hű kutyám, s két kicsi bárányom. Búsulnék, ha tőlük el kellene válnom. Talán még sírnék is, ha senki sem látja. S ki járna helyettem a mi iskolánkba. Nagyváros, nagyváros, ne csábíts te engem. Maradok holtomig itt, ahol születtem. Hát ez már egy sokkal könnyebben olvasható vers, majd azt is megbeszéljük, hogy miért. 6 versszakból áll, én mindegyik versszakhoz tettem nektek egy képet. Ugye az első képen a Miskolci sétáló utca látható, ugye? Hol az út is járda. Ugye? Tehát az úton is ugye, jöhetnek, mehetnek a gyalogosok, bár nálunk azért ugye a villamos jár ezen a sétáló utcán, úgyhogy óvatosan kell közlekedni, de hát autók csak azok hajthatnak be, ugye, akik a boltokba viszik az árukat. Villamossal mennék, mikor eső esne, cipőt sem pucolnék minden áldott este. Itt van a szép miskolci villamos. Ugye? És ellaknék én benned, nagyváros, nagyváros, mert a mi kis falunk sokszor bizony sáros. Ugye a városban azért mindenhol járda van, lehet úgy közlekedni. Itt a harmadik képen láthatjátok, hogy olyan képet hoztam nektek, amin bizony itt ezen a kis falusi utcán a fiú elég sáros helyen indul az iskolába. Tehát bizony azért ott nehezebb kikerülni a sarat, és hát a cipő az pedig sáros lesz, bepiszkolódik. Ugye ezeket írta, ezért tetszik neki nagyon a város. Ugye sétáló utca, villamos, és hát, hogy nincs sár, ugye benne. Nézzük a másik 3 versszakot. Itt ezt a képet pont a vershez találtam illusztrációnak. Láthatjátok, itt a kisfiú két bárányt ölel, és előtte ott ugrál a kutyusa is. És hát azt is sajnálná, ha az iskoláját, a régi iskoláját, ugye ezt a falusi iskolát ott kellene hagyni. Én most egy ilyen régi iskolaképet találtam nektek. Ez egy tulajdonképpen ilyen múzeumi iskola,
egy ilyen skanzenbe található. A gyerekek, akik ott a padban ülnek, azok már ilyen mai gyerekek, tehát nem ők járnak ebbe az iskolába, ők csak ellátogattak, hogy megnézzék, hogy milyen a régi iskola. Egyébként Nyíregyháza mellett is, pont a nyíregyházi állatkerttel szemben is található egy ilyen skanzen, ahol ezeket a régi házakat, régi épületeket meg lehet tekinteni, és itt is van iskola épület. Bár már azért a nagyobb falvakban jól felszerelt iskolák vannak, de bizony régen úgy jártak a gyerekek, látjátok, ilyen hosszú padok vannak, és például első osztálytól negyedik osztályig mindenféle tanuló ült egy osztályban, elég sokan voltak, és hát a tanító néni vagy a tanító bácsi úgy adta ki a különböző évfolyamoknak a feladatokat, úgy dolgoztak. Ugye azért ma milyen nehezen lehetne ezt azért kivitelezni, tehát ma már azért ilyen nincs, tehát rendesen évfolyamonként tanulnak ott is a gyerekek a faluban. És hát az utolsó verszakban úgy dönt, hogy marad ugye a faluban, tehát nem kell neki ez a városi élet, tehát inkább az iskolájába jár, a falusi kis iskolába, és az állatait sem szívesen hagyná ott, tehát tulajdonképpen szereti ő a szülőhelyét, vagy a lakhelyet. A szülőhelye, mert itt, ahol születtem, ugye így írja. Van. Tehát tulajdonképpen, ha két verset összehasonlítjuk, egyik versben sem érzi igazán jól magát a kisfiú. Tehát ez a városi forgatag, ugye az első versben, ez visszariasztja, ugye, fél, hogy eltéved, sok neki. Itt pedig ugye sok minden a szülőhelye, a kis faluja mellett szól a második versben. Térjünk még rá a kicsi faluból való versnek a rímelésére. Ha megnézitek verszakonként, a első verszakban a járda és az iskolába szó, tehát a második és a negyedik. Nézzük meg a többit. Esne, este, bár itt a második versben a mennék és pucolnék, az is összecseng, de az egészen véletlenül, majd megnézzük, hogy miért. Harmadik verszakban nagyváros, sáros, negyedikben bárányom, fájnom, ötödik verszak látja iskolánkba, és a hatodik engem születtem. Tehát a második és a negyedik sor rímel csak. Tehát ezek csengenek össze, és amiért sokkal könnyebb verselni, meg olvasni is, hogy minden sora hat szótagból áll. Ez adja meg a lüktetését. Ugye milyen fontos, hogy egy verset könnyű legyen elmondani, ugye ezek a bizonyos szótagszámok, amiket mindig emlegetünk, ugye azért is vizsgáljuk ezeket a verseket ez szerint. Az utolsó diánkon Miskolc város képét láthatjátok, és egy kis falu képét. El kell mondanunk a véleményünket, amennyiben városban lakunk, hogy miért szeretünk a városban lakni, amennyiben nem, akkor miért szeretnénk. Ugye mi a legtöbben városban lakunk, tehát nekünk ugye azt kéne, hogy miért szeretnénk faluban lakni, így kezdődjön a mondat. Én is elmondom nektek az én érzéseimet. Én azért szeretnék faluban lakni, mert a tiszta a levegő, nagyobb a csend, állatokat lehet tartani, növényeket lehet termeszteni, kiskertet ápolni, gondozni. Röviden ennyi. Azért azt is elmondom, hogy miért szeretek városban lakni. Miskolcon azért szeretek lakni, mert itt születtem, itt nevelkedtem, itt lakik a családomnak egy része, barátaim, munkatársaim.
elég jól ismerem már ezt a várost. Nagyon szeretem a szépségeit, Lilafüredet, Miskolctapolcát, a Diósgyőri várat, a főutcára kikönyökölő Miskolci Nemzeti Színházat, a gyönyörű belvárost, a sétáló utcát, ami ugye Európa leghosszabb főutcája, mert ezeket szeretem úgy, ami most eszembe jutott. Ti is mondjátok el, hogy miért szeretnétek egyik helyen, miért szeretnétek másik helyen lakni. Én ezzel zárnám a mai óránkat. A jó hírem az, hogy ugye visszaküldendő anyagotok nincs. Tehát most egy kicsit pihenhettek, hogyha ezt végig dolgoztátok. Még csatolok az anyaghoz egy kis zenét is. Kányádi Sándornak a Kicsi faluból való vers megzenésített változatát. Azt hallgassátok meg itt az olvasás óra végén. Kellemes hétvégét, jó pihenést kívánok nektek!